Elmúlt évben nem erőltettük az interaktivitást, nem biztattuk önöket arra, hogy kérdezzenek, ám most, az esztendő végén erre lehetőségük nyílik. Majd még ez is eljön. Értelmes emberekkel mindig szívesen ülök le beszélgetni, bármit lehet kérdezni. Elég mozgalmas évet rendeztem maguknak. A következő év se lesz mafu. Tessék? Na, gondoltam, hogy pont a leghátsó. Ugyanis a mikrofont oda kell vinni magához. Én már csak azért rukkolok, hogy ne felejts el addig, amíg odaér a kedves nyilas barátunk. Azt szeretném megkérdezni... Akkor tessék megkérdezni. Nem kell udvariaskodni, nyugodtan. Mikor rendezik... Ne beszéljünk egyszerre, hát szépen, nyugodtan. Hát. Mikor rendezik már végre megfelelően a nyugdíjunkat? A magáét meg az enyémet? Ha szabadnak kérném, az én zsebembe maga ne turkáljon. Akármennyire nyugdíjas és akármennyire tisztelem, vegye ki a kezét szépen a zsebemből. Mikor lesz olyan alacsony a gyógyszer, hogy minden nyugdíjat megváltozhat? Bocsát, egyszerre kettőre nem tudok fáradni. Mi az első kérdés? Mikor? A nyugdíj és a gyógyszer. Nem tudok kettőre válaszolni. Akárhányszor kérdezi ugyanazt a kettőt. Maradjunk akkor a nyugdíjnál. Jó, az szépen ott fog maradni, ahol gondolja. Mi a kérdés? Mikor lesz kiváltható mindenkinek a megfelelő gyógyszerre? Mikor tudja megfizetni minden nyugdíjas, ami neki szükséges? Ez 9 kérdés volt összeszámolva. Én az elsőre szeretnék felelni, hogy mikor rendezzük végre a nyugdíjat, igaz? Nagyon várom a választ. Körülbelül 10:30-kor. Azt még nem tudom, hogy melyik évben, de ebbe biztos lehet. Erre mérget vehet, vagy gyógyszert. Mikor látjuk már minden honatját a parlamentben állandóan a helyén? Amikor fölemeljük a nyugdíjakat. Köszönöm a kérdéseket. Igen, tessék, egy fiatalember. Mindegy, hasonlítanak. Majdnem a másiknak dugta be. Szóval... Az lenne a kérdésem. Egy pillanat, amíg megnyugszik a közönség, mert nem hallom. Igen. Ez jó, nem kell semmi poén mondanom eleve. Az volt a kérdés, hogy... Az lenne a kérdésem, hogy... Most mást is kérdezne, jó? Vagy akkor adja át, ha csak ez jut eszébe. Nagyon örülök. Hogy mi a véleménye a jugoszláv-magyar mérkőzések eredményeiről? A futballal kapcsolatban nagyon jó, hogy megkérdezte, van egy különös tervem. Mert ugye eddig azért jó, hogy minden meccsen kikapunk most már Luxemburgba, Cipruson, de azért a magyar pályákon, tehát amíg magyar csapat játszott magyar csapat ellen, olykor-olykor azért magyar győzelem is volt. Na most az a tervem, hogy jövő évtől kezdve, hogy valami frissítés legyen, mert ebben a labdarúgásban másképp nem lesz frissesség, hogy akkor se nyerünk, hogyha MTK Fradi meccs lesz. Akkor is a szlovének nyernek, vagy a szlovákok, vagy a belgák. Külön örülök, hogy a hölgyek kérdeznek. Én nem tudom, miért szeretem jobban a hölgyeket, mint a férfiakat. Majd elmegyek orvoshoz. Miért nem lehetett ma látni egyetlen hókotrot sem? Talán mert nem esett a hó. Olyan bután nézni, ez a szürke aszfaltot hókotró kotorják, mikor esze ágában nincs a hónak esni. Éjjel volt valami kis piher, éppen hogy. Hát a kocsimon észrevettem, hogy 4 hócsepp volt. Ki akartam hívni a kölyhát, vagy a hókotrókat, de hát nem jöttek, hát nem tudom. Önöknél esett? Hatalmas hó volt, igen. Hol tetszik lakni? Római fürdőn. Igen, olvastam valamit a római fürdőn. Az árvízből visszamenőleg, tehát mert ott nagyon kín volt a Duna,
biztos ott a felhők még úgy megmaradtak, és egy ilyen hej-hó. Ez az úgynevezett hej-hó. Én szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye azokról a plakátokról, amelyek mostanában jelentek meg, és alig fedett mellű hölgyek láthatók rajta. Gondolok itt a Cosmopolitan vagy a miniszter félrelépnek a plakátjára. Hát, hogy ezt miért pont egy nő kérdezi meg? Megmondom őszintén, hát az egyikben ugye egy férfi fog valamilyen melleket. Én nem nézem ezeket a plakátokat. A másikban meg önkiszolgálás folyik. Aki kapja marját, ő volt a legközelebb, elkapta a sajátját. És ön melyik plakátot szokta nem nézni szívesebben? Hát egyszer azt mondtam, hogy nem nézem a plakátokat. Hát jó néznék, hogyha nem tudnám azokat a dolgokat is, amiket nem látok. Hát akkor hogy irányítanám az országot? Hogy vezetném magukat a csúcsra? Tessék. Meddig lesznek még a pedagógusok a nemzet napszámosai? Ön pedagógus? Igen. Vagy napszámos? Hát mindenki. Nem a név számít, nem az a baj, nem a névvel van a baj. Szívesen lennék napi 100 000-re napszámos. A pedagógusok mindig is a nemzet napszámosai lesznek. Itt az a kis bibi van, hogy mi ezért nem fizetünk. De talán majd miutánunk, mikor minket elsöpör a nép öröm, talán jön majd egy olyan kormány, amelyik észreveszi, hogy ez a legfontosabb. Hát miután minden hozzám tartozik, magamra vállalom, de azért nem teljesen. Köszönöm. Tudtam, hogy nem lesz nevetés. Igen? Néhány éve elbúcsúzott tőlünk azzal, hogy ön után az özönvíz fog következni, ha jól emlékszem. Idézni pontosan kell nagyoktól. Utánam az özönvíz elvtárs. Pontosan így volt, igaz. Be is jött. Én csak a lényegre emlékszem. Nos, azt szeretném kérdezni, hogy minek köszönhetjük, hogy újra itt üdvözölhetjük. Hát, benéztem a pénztárcámba, üres volt. Mondom, nem én leszek az első, aki az elveit a fenébe eldobja. Ez az egyik oka. Van más? A másik, hát hogy ne lenne? Oh. Hát én csak mint elvtárs vonultam vissza. Mint illetékes maradt? Hát, mint illetékes, meg mint úr. Meg amíg a hülyeség mindig újra termelődik, addig úgy érzem, hogy még lesz dolgom sajnos. Ezen a vonalon is. Köszönöm szépen.